Áldás békességet, jó estét kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit. Most már hagyományá vált őszi rendezvényünkön, amit most kiegészítve nem csak így neveztünk el, hogy őszi rendezvény, hanem zenés, táncos együttlét, közösség. Nagyon örülünk, hogy most már sokadszorra lehetünk így együtt a tavaszi és őszi rendezvényeken. Köszönjük mindenkinek az eljövetelét. Az idei közja... Egy csokorba, mikor tűnt
Berg Zoltán, október. Kisöccsétől szeptembertől búcsút vesz és útra kél. Paripája, sűrű felhő, hintója az őszi szél. Sárga levél hull eléje, amerre vágtatva jár. Félve nézi erdő liget, de ő vágtat meg se áll. Hová-hová oly sietve, felhő lovas szérszekér, azt hiszettán, aki siet, aki vágtat, messze ér. Dehogy hiszi, hiszen nem megyen ő messze, csak addig fut, még rátalál a bátyára novemberre. Nagyon-nagyon nagy szeretettel invitálunk mindenkit a büfébe. Segítőink, presbiterasszonyaink nagyon-nagyon sok süteményt szültek, leszegítő, és aztán kezdődik a második rész. És szeretettel hívom fel a figyelmet, hozta a terem végén található egy gyönyörű, szép 20. század elején persely. Egy címkével adományok a templom felújítás javára, ne kerüljük el ezt sem. Sétál a korzón a szende kis leány, pont a fénye szép bomlik hullamos haján, hogy illeg, de billeg, de tippen toppan ő, szemközt az utcán egy úr feléje jő. Hegykén kacsint rá, és nyomva mellé lép, ó nagyság, szól hozzá, ön rettentően szép. A kislányka hallgat, az arca elpirul, nem szól egy szót sem, de szól az ifjú úr. Olyan szomorkásnak látom a tekintetét. Valami baj van? Hát az egyik szemem rím, a másik meg nevet. Amelyik szeme sír, az miért sír? Mert megint itt van az ősz. Átköltöztek a kedves kis madaraim. És amelyik nevet, az miért nevet? Mert az a jó madár uram is átköltött. És ő hova költözött? Elvonó urám. Tetszett mondani, hogy itt az ősz, vele együtt a szüretek ideje is. Magánál már megvolt a szület? Ó, már régen. Sokan születeltek? Meg se tudtam számolni őket. Annyian voltak? És kik születeltek? Az alsó végén én, a főső végén meg a seregélek. Ősz után lassan itt a tél, meg a fűtés ideje is. Magánál van gáz? Csak volt. Talán egy hétig. Milyen gáz az, ami csak egy hétig volt? Most gáz, kedves. Most gáz. Televíziója van? Van. Hogyne. Kettő is. És tetszik nézni őket? Nézem. Meg időnként le is kürülgetem. Csak be nem kapcsolom. Miért nem kapcsolja? Mert a petrólium lámpámon nincsen konek. Thank you.
a fellépőknek is, akik közül sokan már a soromban ülnek, azoknak, akik eljöttek, akik így úgy segítettek bennünket, támogattak, vagy csak egyszerűen jó szívvel gondoltak ránk.